Gyermekkorom óta Windows felhasználó vagyok, viszont három hónapja átálltam a macOS rendszerére, megbukott használok már, és beszámolok nektek ebben a videóban, hogy három hónap elteltével mi a tapasztalatom. Megérte, nem érte meg, jobb, rosszabb, stabilabb, nem stabilabb, gyorsabb, lassabb, megszoktam a felhasználó felületet, mi az, ami Windowsban jobb volt, mi az, ami esetleg itt jobb. Nézzük. Annyival előnyből indultam, hogy én szinte mindig is iPhone-t használtam, tehát a beállítások és a kezelőfelület nem volt annyira idegen számomra, hogy Windows volt a vezérlőpult, amivel azért sokszor bele kellett mászak itt a settingsben, eléggé ritkán kellett bemenjek bármiért is, csak egy-két alkalommal, úgyhogy én az első napon már megszoktam, tehát hogy ugye van ez a Command-V, Control-Z, tehát a Command, a másolás, ugye a Command C, Command V, ugye az Windows-on a Control, de ezeket nagyon egyszerűen egy fél nap után meg lehet szokni, hogy egy-két gomb más helyen van. Ezek ilyen kis apróságok, de én nem tapasztaltam, hogy olyan óriási különbség lenne mondjuk egy windows operációs rendszer, vagy egy Microsoft Windows operációs rendszer, meg mondjuk itt a Mac OS-nek a operációs rendszere között. Egy-két dolog máshol van, de nem tapasztaltam, hogy olyan óriási különbség lenne, és hogy így hónapok kellenének ahhoz, hogy én ezt megszokjam, hanem az első nap után nekem kényelmes volt, értető volt, átlátható volt, logikus volt, hogy hol mit találok, egy-egy kérdésem volt, egy-egy apróság nyilván különbözik, de hogy nem éreztem azt, hogy ez ilyen megterhelő lenne, vagy lassítaná a munkafolyamataimat, amiatt, mert még nem ismerem annyi a rendszert, mert annyira logikusan ott volt minden, amit kerestem, hogy még gogozni se kellett, hogy na most hol találom ezt a funkciót. Itt a megtől függetlenül annyi történt, hogy kifestettem ezt ilyen színűre mögöttem kékre ezt a falat, és vettem egy állítható magasságú asztalt, hogy állva is tudjak dolgozni, azért ez már jó magas, többféle típus is találok neten, úgyhogy nem ajánlanék én konkrétan ik ban weben, bármint hogy online, rengeteg félét találtok, én ezt választottam, ez egy 80x120-as méret, és akkor tudok állva is, ülve is dolgozni, mert sokszor, amikor ugye retusálok, ülök, akkor sokszor így, nem tudom, beesik a ember vála, ugye így dolgozik, viszont hogyha állva, akkor sokkal jobban tudok figyelni a tartásomra, úgyhogy ezt nagyon szeretem, Inkább vegyük ezt hátulról. Szóval úgy használom a rendszert, hogy van egy új Asus ProArt monitorom, 27 col, 4K, előtte van itt a MacBook és USB-C, Thunderbolton keresztül össze van kapcsolva a monitor, és hogyha bármit át akarok ugye húzni, akkor nem oldalra tudom húzni, hanem így fölfele tudom áthúzni az ablakokat. Nekem a két monitor eléggé fontos, hogy mondjuk itt megy egy videó, nézek egy podcastet, vagy itt válogatom a képeket, itt retusálok. Ugye régebben úgy volt, hogy mellette, egymás mellett volt ugye a két monitor, most egymás alatt van, főleg ezt használom, de amikor mondjuk egy videót nézek, akkor ide is kitom tenni. Sőt, van nekem egy tabletem is, amit ha nagyon szeretnék még harmadik monitorként esetleg használni, Mondjuk, ha például nem itthonról dolgozom, és mondjuk kell második monitor, csak leporolom, akkor ugye ezt ide még be tudom tenni akár ide, vagy ugye akár ide is mellé be tudom tenni, ha, ha, szeretném, és vezeték nélkül működik, tehát nem kell összekötni, viszont az a tapasztalatom, hogy a vezeték nélkül működtetem, akkor hát eléggé, nem azt mondom lassú, csak van egy ilyen kis, mint tudom, egy ilyen 0,2 másodperces kés, és ami kicsit zavaró egyébként, nem vállalhatatlan, de amikor arra teljesen jó, hogy mondjuk valami videót vagy valami podcastet nézek mellette, aktuális munkára nem feltétlen a legjobb, ha kábele viszont össze van kötve, akkor gyors. Ugyanígy az egérrel, a mac csak USB-C csatlakozó van, az egeremnek ugye meg a bluetooth csatlakozója az sima USB, ezért van egy ilyen kis átalakítóm, és akkor ezt usb C-be ugye így be tudom dugni, és akkor tudom használni a Logitech eg egeremet. Ezt ugye van a Asus háton sima USB csatlakozó, tehát amúgy ezt a kis sticket, amit ugye bluetoothos egerekhez adnak, ezt ugye be lehetne oda is hátulra csatlakoztatni, viszont akkor megint van, úgy érzem, valamilyen kis késés, tehát az a leggyorsabb, hogyha konkrétan a macbook van ez bedugva, de a Déber Gábor barátomtól kaptam egy USB hubot, ebbe van három darab sima 3.0-as USB, van benne egy HDMI és még egy USB-C csatlakozó is, tehát hogy ezt is ide oldalra be tudnám csatlakoztatni, és akkor van több USB-s. Amúgy eddig ez nem kellett, mert nem nagyon szoktam ennyi USB-t használni. Ugye az a jó a Thunderboltos kábellel, hogy a monitor ugye be van dugva 220-ba, van szépen vezetve ide az asztal alá, onnan veszi fel az áramot, így nem amortizálódik az akkumulátor, az csak akkor kell használni, hogyha itt elmegyek éppen és nem itthonról dolgozom. Be van állítva egy alkalmazás, ami pedig 70%-nál tovább nem engedi tölteni az akkumulátort, így valamennyire meg lehet őrizni az épségét, hogy ne kelljen 3-5 év múlva is mondjuk cserélni, hanem minél több ideig tudjam használni. Mert ott ugye fel kell készülni a megbuk esetén, hogyha bármi probléma van vele, akkor ott a javítás sokkal többe fog kerülni, mint mondjuk egy PC esetén, és lehet már Facebookon olvastátok, sikerült egy pohár vízzel meglocsoljam, el kellett vinni, nyilván ugye, kikapcsoltam azonnal, de nem volt baj, visszakapcsoltam, nem kellett volna, de aznap még szervizbe vittem, és 68 000 forintból úgymond meg is úsztam, ami lehetett volna alaplapcsere, tudom, több százezer forintos költség is, úgyhogy így 68.000-ből, de amúgy én hibáztam, ez nem a megbuki hibája, hogy nem, nem vízálló, tehát hogy oda kell rá figyelni, és most nem is tartok itt, miatt semmiféle pohár hüzet se, tehát szerencsés sima víz volt, úgyhogy megúsztam. Ha fel kell készülni arra, hogy ilyenkor mondjuk a javítatás azért az többe fog kerülni, amikor váltottam, nyilván ezt elfogadtam. A felhasználói tapasztalatom pedig nagyon röviden és tömören összefoglalva, stabil, gyors és működik, és ennél több nem is kell, Gondolkoztam azon esetleg, hogy mi lenne mondjuk egy Mac Studio esetén, vagy egy Mac Mini esetén. Én szeretek mobilis lenni, ha megyünk külföldre, megyünk dolgozni, vagy nem itt akarok dolgozni, szeretek például egy-egy napra kávézóba, coworking irodába bejönni, és akkor kicsit környezetváltás, az így jót tesz a vállalkozói gondolataimnak, akkor, akkor ne legyek ide és pont ezért jó a laptop, vagy a kurzus tartok. Tehát fontos az, hogy mobilis legyek, és hogyha van egy Mac Mini, akkor, vagy egy stúdió, akkor az a nem vagyok annyira mobilis, mint mondjuk itt egy MacBook M2-essel, és nyilván teljesítmény is bőven kiszolgál. Sokan mondják azt, hogy ha valaki mondjuk egyszer Apple termékekre átáll, akkor onnan ő nem nagyon akar sehova és mondjam, váltani, mert minél több Apple terméke van valakinek, annál jobban működnek ezek együtt a szinkronizáció, akár ugye az Airpods, hogy éppen tudom, valamit itt hallgatok, csörög a telefon, automatikusan átkapcsol, és akkor az airpods tudom hallgatni vagy beszélgetni, az átkapcsolódni az iPad-re, iPad-et ugye össze tudom kötni vezeték nélkül egy másik monitorra, a telefonnal is nagyon jól szinkronizálni, bármit ki akarok vágni, például kapok mondjuk, nem tudom, egy, egy számlaszámot, és azt én csak mobilon utalok, akkor nem lépek be itt a, a, a Chrome-ba, vagy a Safari-ba, a Netbank-ba, akkor oda át tudom másolni, bármilyen jelszót át kell másolni, Wi-Fi jelszót, mert bármit, amit vágólapra teszek a telefonon, az itt is vágólapon van, tehát, hogy ott kivágok valamit, másolok, akkor ide be tudom illeszteni azonnal, és fordítva. És ez egy egyik kedvenc, kedvenc funkcióm, hogy nem kell messengeren küldözgetni magamnak, hogy messenger elküldök magamnak egy számaszámot, egy jelszót, akkor telefonról azt kimásolom, hanem, azonnal ott van. És ezt tudom, ilyen apróságok, hogy jaj, most ezért vár csak, nem tudom, Apple termékekre, mert hogy most ki tudom vágni, de ezer ilyen funkció van még, fotóknak a szinkronizálása, airdrop, ami egyszerűen kényelmes és sokkal gyorsabbá teszi ezeket a munkafolyamataimat, amit pont vártam, hogyha már, már minden Apple. Az előző mondat kicsit úgy hangzott, mintha valami Apple fanboy lennék, pedig egyáltalán nem vagyok. Az nem rajongok érte, ezek eszközök, amik meggyorsítják a folyamataimat, és kevesebbet kell dolgozzak, mert olyan a rendszer, hogy kevesebb idő alatt is el tudom végezni ugyanazt a mennyiségi munkát, és a rendszer hozzásegít. Tehát nem vagyok fanboy, egyszerűen úgy látom, hogy tényleg ez egy jól működő rendszer, a három hónapja, négy, három hónapja van nagyjából megy, meg, és régebben ugye úgy volt bekötve, ugye a rendszer, nekem van ugye egy nassom az előszobában, erről már láttatok több videót is, hogy Ethernet kábellel a padláson átvezettem, és ugye Ethernet kábellel bejött a gép, és így volt a leggyorsabb, szóval vettem egy új, egy új, de egy éve vettem egy új routert, és az segít abban, hogy a Wi-Fi-t ugye sokkal gyorsabban, mert egy gigabites van az internet, sokkal gyorsabban ö, tudom küldeni és fogadni az adatokat Wi-Fi-n keresztül, mert általában az a standard modem, amit adnak, akár egy vagy akármilyen internet szolgáltató, az általában 100 megabites, és kell venni mondjuk egy 1 gigabitest, és most meg is nézzük, hogy a nasra milyen gyorsan tudok például felmásolni. Ez a fájl amit át fogok másolni, ez egy file, 4 GB, és 4,5 gigabyte, és van, ezt én átkopizom, ugye ez itt van a Mekintoson rajta, a tesztmásolás másik mappa pedig itt van rajta a Nason, itt lehet alul ezt látni. Ha ezt én beélesztem, akkor mindjárt ki is fogja írni, hogy folyamatban van a másolás, és hát körülbelül ilyen. 60-80 megabyte per másodperccel tudok a nas felmásolni, ugye ez annak függvénye, hogy a sok kicsi fáj van, az lassabb, ha egy nagy fáj van, akkor általánosságban az gyorsabb. Ugye az egyik hátrány, amit egy-két videóban említettek például a de ez olyan kis apróság, hogy a Windows ilyenkor jelzi, hogy milyen sebességgel másolok. Bármiről bármire, akár SD kártyáló gépre, akár mondjuk ilyen mappán belüli másolások, hát a macOS pedig ezt nem írja, de ez most így annyira számomra nem eszenciális, hogy most ezt mutassa, nagyjából ki tudom számolni, hogy másodpercenként mennyivel mutat többet, és az ilyen 70-80 megabyte per másodperc körülbelül. Nyilván vannak külső szoftverek, ha valakit nagyon érdekel, fel tudja tenni, és akkor majd azt biztos írni fogja. Ez a 60-80 megabyte per másodperces kommunikációs, olvasási, írás, írási adatátviteli sebesség nem tűnik amúgy rossznak, viszont nagyon sok helyzetbe viszont elvérzik. Gondolok erre arra, gondolok arra, hogy van mondjuk egy másik gigabájtos PSD fájlom, több RAW fotó benne van, montázsolom össze őket fényfestéssel, vagy mondjuk akár egy RAW fotó is 60-80 megabájt lehet akár, megapixel és ugye fényképezőgép váz függvényében lehet, lenni. kevesebb is, de mondjuk egy 60 megabájtos RAW az 5D Mark 4 például nála mennyi. És még sok szituáció van, ahol ez elvérezhet milyen jó lenne, ha mondjuk ezeket a fájlokat tudnám ugye helyi, lokális fájlokként kezelni. Úgyhogy azt találtam ki, egyébként erről van egy külön videóm nasról, három videóm is van, rákerestek, meg fogjátok tudni találni. Nekem a nasom van az összes ö, fájlom, de nem azzal kommunikálok közvetlenül, hanem van egy mappám a 2023 munka, amiben most ide bele is kattintok, és itt vannak azok a fájlok, amikkel dolgozok, azok az anyagok, amiket még nem adtam le, itt van mondjuk a fényfestés 2 kurzus, amit éppen vágunk, azt ki fogjuk adni mondjuk egy-két hónapon belül, remélhetőleg még idén. Itt vannak a fotózások, és hogyha bármire szükségem van, beteszem offline-ba, ugye letölti a MacBook-nak az SSD-jére, ez egy lokális fájl lesz, és ugye azon dolgozom, de ez a mappa, ami a Google Drive-on van fent, ugye itt lehet ezt lent látni, ezért folyamatos szinkronban van a nas -sal. de ha nason módosítok bármit, ugye ebben a mappában, mapán belül, akkor az a Google Drive-on is szinkronizál, tehát ez egy kétirányú szinkronizáció, így lokálisan tudok dolgozni, és nem is tudom felbólni, hogy is mennyi az M2 SSD-nek a... MacBook M2 belső SSD-jének a írási olvasási sebessége, nem tudom. 2000, 3000 megabyte, 5000, 6000, 8000, nem is tudom én ezt most pontosan, de hogy nem lesz már ilyen probléma, hogy esetleg ne tudnék lejátszani egy 4 k videót, mert nem tudok annyi adatot ugye a nassal itt kommunikálni. Ethernettel persze össze lehetne kötni, hát csak ott lenne megint egy kábelem, annyira nem szeretem, megint ugye be kéne ide jönni vele. Most igazából ez a 60-80 megabyte Wi-Fi egyébként így elég. Ja, és fontos, hogy ahogy végzek mondjuk egy mappával, akkor áthúzom csak a nasra, tehát hogy a Google Drive-hoz le van limitálva 2 terabájtra, az, az bőven elég nagyjából három havonta kell néhány anyagot áthúzok, amit ó, már három hónapja leadtam, már mert úgy, úgy fog vele valószínűleg történni vele bármi, akkor a helyi fájlokból ugye átkerül csak a nasra. Ezt kettő kattintással amúgy át tudom húzni, tehát ez egyáltalán nem kényelmetlen, vagy, vagy, vagy tehát egyáltalán nem jelent problémát, hogy három havonta ránézek, hogy jó, jó, hát itt vannak már ilyen régi fotózások, akkor áthúzom, amikor a Google Drive szól, hogy hello, hogy ez a kettő terabájt lassan betelik, azért kettő terabájtot összefotózni azért az egy pár hónapban azért általában beletelik. A gyors gombok kicsit máshol vannak, mások kicsit a gombkiosztások, de ezek számomra egy nap alatt megszokhatóak voltak, és nem okozott fejfájást. Szeretem a MacBook M2-nek ennek a vékony káváját, hogy nagyon szépen... 14 szor kevésnek tűnik, de mégis ha mondjuk nem itt dolgozom, akkor nem érzem úgy, hogy kicsi lenne. Persze azért sokkal jobb, ha van itt egy 27 szólos monitor előttem is, ugye azon dolgozok, azért nem kell ugye lefele görnyedni. Egyébként van ilyen laptop emelőm is, amivel valamennyivel megvan amúgy emelve maga a laptop, hogyha mondjuk nem itt csak laptopról dolgozom, akkor az úgy, az úgy kényelmesebb legyen. Um, mit írtam föl még magamnak? Hát azt felírtam magamnak, hogy valamit beszéljünk a negatívumokról is. Nyilván drágább. Tehát ez, ez, ez világos mindenki számára, javítani kell, vagy, vagy valaki vásárolni akar, akkor árérték arányba tűnhet úgy, hogy drágább ugyanaz a teljesítmény mondjuk egy, egy Windows esetén, vagy Windowsos gép esetén, meg mint a Mac OS gép esetén tűnhet úgy, hogyha összehasonlítjuk, akkor, összehasonlítjuk, akkor mintha árérték arányba, ugyanabban a pénzből jobbat lehetne kihozni ugye Windows esetén. Van egy geekbench.com, ahol le lehet mérni így a, a CPU, GPU-t is, meg és Windows-t is össze lehet valamennyire hasonlítani. Úgyhogy nézzétek meg például azt a weboldalt, és akkor kaptok számot, és akkor nagyjából össze tudjátok hasonlítani, hogy mondjuk vannak ugye adatok fönt, hogy mondjuk egy MacBook M2, a 1 terabájtos, 16 GB RAM, az az esetén mennyi pontszámot kap, és össze tudjátok hasonlítani esetleg a tétekkel is. Úgyhogy igen, valamennyivel nyilván drágább, de amikor az egész rendszer Apple, akkor most megéri, nem éri, ezt mindenki döntse el maga. De amit mégis felírtam magamnak, hogy ö, hátrány, az az egyik, hogy a iMessage egyszerűen nem tudom beállítani, ez nincs szinkronban a telefonommal. A telefonra valami jön, akkor az itt nem jelenik meg, ha itt megnézek valamit, valamit ott nem jelenik meg, és ez, ez egy kicsit zavaró, mert, mert jó lenne, ugye, amikor olyan üzenet, mint kétfaktoros hitelesítés, akkor tök lenne ugye gépről azonnal bemásolni, és valamiatt nem szinkronizálja. Valamikor három nap után húzza be az üzeneteket, valamikor csak itt jelenik, meg kaptam üzenetet, telefonról nem. Tehát valamiatt az nem tudom miért, ha valaki tudja, akkor örülök, ha komment kommentbe nem sikerült beállítsam, iCloud minden, pedig legogoztam már, tehát a legtöbb esetőségre már, 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 már megpróbáltam megoldani, nem sikerült. És egyetlen szoftver, ami, ami nekem nem megy, az a panoráma összeillesztő szoftverem, azt a Color panotour t használtam, amit már nem forgalmaznak, mert azt hiszem valaki felvásárolta, és már megszűnt ennek a supportja, és az Windowsra még jó, viszont nem tudtam egyszerűen megcsinálni megre. Ez az egy hátrány, ez egy, egyetlen egy szoftver, amit, amit nem tudok használni, nyilván át lehet érni egy másik szoftverre, úgyhogy ez se a világ vége. Jövő héten egyébként a Jancsó Fotosulni lesz Black Friday, november 21 24 estig bezárólag, úgyhogy érdemes majd része lenni. Facebookon, Instagramon, meg ha valakültem e-mailt, akkor ott látni fogjátok majd, hogy uh, mikkel készülünk. Érdemes, ha valamit szeretnétek venni, akkor addig várni vele. Uh, én összességében nem bántam meg azt, hogy megbukra váltottam, ha bármi változik ezzel kapcsolatban, mondom teljesítmény mindennel kapcsolatban, most nagyjából megpróbáltam nektek összefoglalni, amennyire tudtam, nem bántam meg, ha bármi változna, akkor arról fogok készíteni videót. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!